Kedves debreceniek, kedves magyarok, határon innen és túl szerte a világban. Szent István királyunk ünnepén nyugodtan elmondhatjuk, István királyunk egy olyan történetnek az alapját tette le, ami világsiker, fantasztikus sikertörténet. Gondoljuk csak meg, hány meg hány nép, hány meg hány birodalom, akik az egész világírói urai voltak, tűntek el 1000 év alatt úgy, hogy csak lábjegyzet maradt a történelemben utánuk. Világhódítók. Mi pedig itt a Kárpát-medencében 1000 éve őrizzük államiságunkat, gyarapodunk, minden baj és nehézség ellenére nyugodtan elmondhatjuk, amit a magyarság itt Európa szívében véghez vitt, az példátlan, és bennünket a világ sikeres nemzetei közé sorol. Persze kérdés, hogy miben mérjük a sikert. Sosem élt még annyi magyar a világon, mint amennyi most. A honfoglalás óta és az államalapítás óta a magyarság lélekben, a magyar lelkek száma gyarapodik. Sosem volt még olyan, hogy Szent István és az Árpádház bukása óta Magyarország stabilan egy olyan szövetségnek a részese, ahol saját sorsát határozhatja meg, és nyugodtan mondhatom, a világ legerősebb biztonsági szövetségének a tagja. Persze lehet a sikert másban is mérni, nemzeti jövedelemben, egyfőre első jövedelemben, pénzben, de ez inkább bankárgondolkodás, aminek az is részese, hogy én sikertelennek gondolom magam akkor, hogyha mások egy picit sikeresebbek nálam. De szerintem a nemzetek összehasonlításában ez a bankárgondolkodás csapda. Mert a mi sikerességünk nem azon múlik, hogy másoknál sikeresebbek vagyunk, vagy mások kevésbé sikeresek, mint mi. Mi önmagunkat nézzük, és azt kell mondjam, hogy első István királyunk államalapítása és az azzal kezdetétel több mint 1000 éves magyar történet igazi világsiker. És gondoljuk csak meg, egyáltalán nem kézenfekvő, hiszen a magyarok, honfoglalóink pont egy olyan vidékén telepedtek meg Európának, ami abszolút ütköző zóna. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy két nagy népcsoport és érdekszféra határán húzódik ugye a nyugati germán népek és a szláv népek között, hanem ennél többről van szó, itt végül is a keresztény civilizációnak is egy pont a rajtunk keresztül húzódó határa található. A Kárpát-medencét kettészeli az, ami a nyugati kereszténység és az ortodox kereszténység közötti határonat jelenti. Amelyek persze azonos gyökerűek, azonos erkölcsiségűek, a hitük bázisa ugyanaz, de mégis tudjuk, hogy óriási társadalmi, történelmi, fejlődésbeli különbség van a két régió között, és mi ennek pont a törésvonalában vagyunk, nem egyszerűen az egyik vagy a másik oldalán, a Kárpát-medencét átmetszi ez a vonal. És pontosan tudjuk, hogy az államunk megóvása kapcsán a történelmünk folyamatos hadakozás. Folyamatos hadakozás. Az, amit most megéltünk a II. Világháború óta, az a Kárpát-medencében az egyik leghosszabb békeperiódus. Ebben az értelemben szintén elgondolkodtató, hogy mennyire vagyunk sikeresek, hiszen első István királyunk nem háborúra alkotta meg országát, pont szakított azzal a hagyománnyal, hogy a vándorlások kapcsán folyamatos hódítás és háborúskodás legyen a gazdaság alapja, a letelepedést választotta és a gyarapodást. És mi volt ennek a sikernek az alapja? Nagyon egyszerű, és mindnyájunk által olvasható az üzenetben, amit fiának írt a nagykirályunk. Először is a hit. Másodszor a hitre támaszkodó erkölcs, harmadszor pedig egy erős államszervezet és az ezen keresztül megvalósított rend. Ez a három pillér az, ami az 1000 éves Magyarországot, az alapjait meghatározta. Csak itt esetleg riasztanak azok, hogy első István korában valóban a rend az egy szigorúan vett rend volt, ott a ribatolvajoknak levágták a kezét, hogyha rajta kapták őket. Azért ne riasszon meg minket ez a fajta erős államhatalom és rend kapcsán
az előnk toluló képzavar, hiszen gondolj csak meg, mi is volt az erkölcsi rend alapja, az alapvető értékek, amelyek első István országát meghatározták, a szeretet. A keresztény erkölcsiség három nagy pillérére kell gondolnunk, a szeretet, az együttérzés és a megbocsátás. És az ezen alapuló rend igenis rendkívül sikeresítette a magyarokat. És akik esetleg, hiszen mi is így tanultuk még az ilyen vulgár marxista történetírás korszakából, hogy tulajdonképpen a kereszténység felvétele az valamifajta politikai akció volt, mert Eestő István belátta, hogy a nyugati civilizációban egy pogány népnek nincsen helye. Jellemző ez az okoskodás. Ha belegondolunk a valódi helyzetbe, teljesen másról van szó. Arról van szó, hogy Eestő István belátta a hit igazságát. És az, hogy a fiát is igaz hitben nevelte, az mutatja, hogy nem valami politikai akcióként képzelte el, hanem őszintén igaz hittel gondolta azt, hogy a magyaroknak a kereszténységben és a keresztény civilizációban van a helyük. Egyébként, hogy mennyire nem óvott meg minket a hitünk semmitől sem önmagában, az mutatja azt, hogy rögtön hiába is vettük fel a keresztény vallást, egyébként állandó hallakoztunk mindenfajta keresztény és nem keresztény országgal párhuzamosan. És az a ország, ami több mint ezer éve virágzik itt a Kárpát-medencében, az tulajdonképpen ezen a három alappillérén nyugszik. Számtalanszor kellett a magyarságnak az összeomló királyságot, az összeomló országot újra felépíteni. A kezdetek kezdetétől, már Szent István után is alig száz évvel első László, Szent László kellett, hogy újra megszilárdítsa a magyar államot, és tulajdonképpen ő volt az, aki Szent Istvánunknak a politikai örökségét tovább vitte. Nem véletlen az egyik legnagyobb királyunkat köszönhetjük az ő személyében. És aztán sorba az Árpádházi történetet megnézzük, a tatárokat, előtte a kunokat, besenyőket, utána jöttek ugye a klasszikus harcaink a török ellen, aztán később a német ellen, aztán az oroszok ellen, volt minden. Ettől függetlenül figyelemre méltó, hogy a magyarság alapálláspontja az mindig a honvédelem volt, és bár nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára daloljuk néha vörösbor mellett, de azért azt pontosan tudjuk, hogy ez nem valami hódító háború volt, hanem egyfajta politikai akció, mert Mátyás a török ellen szeretett valami politikai szövetséget összekovácsolni. És annyi küzdelemben mindannyiszor újra tudtuk kezdeni. Újra meg tudtuk szilárdítani az országot. És ez így van most is, amikor tévelyektünk a kommunizmusnak nevezett történelmi kísérletben, amiről ma már tudjuk, hogy zsákutcába futott mindenütt, és egy téves elképzelésen alapuló rend volt. Most is újra tudtuk kezdeni. És nem egyszerűen újra tudtuk kezdeni, hanem amit nekünk tudni kéne, folytatni kellene ezt a sikertörténetet. Persze tudjuk a hagyományainkból is, ránk azért jellemző, hogy az öreg diófa alatt jókat tudunk búsulni, és közben szomorú nótákat éneklünk, siratva a saját sorsunkat, pedig ha jobban belegondolunk, inkább örülni kellene. Nap mint nap. Az államunkat, a magyarságot István királyunk nem arra küldte, nem arra szervezte, hogy mi legyünk a világ legerősebb nemzete, vagy a legnagyobb, arra, hogy itt boldoguljunk a saját hazánkban, a Kárpát-medencében, arra, hogy a boldogulásunk alapkövei ugyanazok legyenek mind a mai napig, amit ő is meghatározott, a szeretet, a hit, az együttérzés. Én azt hiszem, hogy ha ezeket meggondoljuk, akkor jogos azt mondani, hogy a rendszerváltás után mégis jó úton járunk, hiszen pontosan a gyökereinkhez kanyarodtunk vissza akkor, amikor újrafogalmaztuk államiságunkat, alaptörvényeinket, alkotmányunkat, és a nyomdokain járva sikeres nemzetet próbálunk építeni, vagy folytatni azt a sikertörténetet. Gondoljuk csak meg, soha nem gyarapodott olyan mértékben a magyar állampolgárok száma, akik újra visszatalálnak a nemzetükhöz, mint mai napság. Ez is egy óriási siker, hiszen
napnál világosabb, hogy a magyar nemzet együttműködése, együvé tartozása az ezeken az intézményeken keresztül valósul meg. Nem királyságokba kell gondolkodni, meg nem tudom milyen romantikus birodalmakba, hanem abba, hogy a magyarság együttműködéssel, együttérzéssel, megbocsátással, szeretettel Európa sikeres, sőt a világ sikeres népei közé sorolódik. És ezt kicsiben is lemérhetjük, nagyban is. Ha kicsiben, idézőjelben a kicsiben, gondolják csak meg, hogy hány magyar mondhatja el magáról, mind a mai napig, hogy a valamiben a világon a legjobb. Az összes olimpiai bajnokunk elmondhatja magáról, hogy a valamiben a világon a legjobb. A legelső, a 7,5 milliárd ember közül senki nem tudja azt jobban, amit ő. Gondoljuk csak meg, hogy hány tudósunk mondhatja el magáról, hány művészünk mondhatja el magáról, hogy az egyetemes emberiség kultúrájához, civilizációjához olyannal járult hozzá, mert senki más. És ami bennünket egyébként azért mégiscsak megkülönböztet, mégiscsak kiemel, nem mások rovására, önmagunkért. Ezért nagyon szép és jó ünnep, felemelő ünnep augusztus 20-a, hiszen a többi állami ünnepünk az nagyon fontos, de végső soron mégiscsak sikertelen politikai, történelmi eseményekhez kötődik. Az államalapítás ünnepe nem ilyen. Az államalapításkor annak hajtunk fejet, hogy mégiscsak annyi küzdelem árán itt a tényleg történelmi szelek által szabadon és gyakran átfut Kárpát-Venencében erősek vagyunk, sikeresek vagyunk, és ezen keresztül tudjuk erősíteni szűkebb és tágabb otthonunkat, a Kárpát-Medencét, Európát együttműködve azokkal a nemzetekkel, akikkel szövetségben vagyunk, és azokra az értékre támaszkodva, amit Szent István az állam alapításkor a magyar állam alappilléreiként meghatározott. Hit, szeretet, együttérzés, megbocsátás. Így hajtsunk fel egy fejet államlapító Szent István királyunk emléke előtt. Köszönöm a figyelmüket!